Itt van már velünk Radics Gigi, akivel azzal kapcsolatban fogunk beszélgetni, hogy hogy telik a karácsony, és hogy készülsz te a karácsonyra. Látogott egy kis meglepetést melletted. Kezdjük kapásból ezzel? Hát, kezdhetjük ezzel is. Igazából ez egy parfüm, amit ugye én is részese voltam a készítésének, és igazából nekem most ez a legnagyobb karácsonyi ajándék, úgyhogy majd felszeretném ajánlani nektek a játékhoz. Köszönjük. Családon belül ilyenkor szétosztogatod, hogy akkor mindenki... Ez a karácsonyi ajándék mindenkinek, ne lőd le. Férfinak, nőnek egyszerre. Adom, akik megérdemlik. De viszont többen kérdezték már férfiak közül, hogy hát nem lesz majd egy férfi kollekció is, mert hát azért nekünk is kéne, hogy járjon valami. Mondtam, hogy majd meggondolom. Visszatértek rá. Hogy készülsz egyébként a karácsonyra? Igen, hát most már képzeljétek el, hogy megvannak a karácsonyi ajándékok, amiket megvettem. Ilyen gyors vagy? Ilyen gyorsan. Volt egyetlen egy szabad napom, amikor meg tudtam mindent venni, és akkor berohantam a plázába, és megvettem mindent, becsomagoltam, ott van a szekrénybe, úgyhogy már csak arra vár, hogy átadjam. De tudtad is, hogy akkor tudatosan, hogy mi az, amit te szeretnél. Igen, nagyjából. Hát beszélgettünk már erről is, hogy a tudatos ajándékvásárlásról, hogy kell jól ajándékot venni. Eddig az az érdekes, hogy ez nem mindig volt így, tehát azt hiszem, hogy most van az első olyan évem, amikor tudatosan mentem a plázának neki. Mindig személyesen veszed meg? Rendelni nem szoktál? Nem nagyon szoktam rendelni, inkább elmegyek, és akkor azt tudom, hogy én vettem, ha el is rontottam valamit, akkor majd kicserélem, szóval, hogy... Hogy készülsz az ünnepekre? Mert azért gondolom, eléggé sok a fellépés. Tehát azért igen, majdnem hát, az, hogy még szenteste is kéne énekelni. Van. Na hát a szenteste az nálunk szent, úgyhogy ez abszolút ki van húzva, és onnantól kezdve viszont minden áldott nap foglalt valamivel, úgyhogy csak a szenteste van olyan nap, amikor igazából szabad vagyok, és akkor van egy ilyen jó kis meghitt családias hangulat, amikor faterom gitározik, én mondjuk énekelek. Na ezt akartam, hogy te énekelsz? Tehát, hogy az az énekesnél vagy, aki beáll a fa elé? És... Inkább mondjuk így, hogy vakálozom a faternak. Ez gyerekkorodban is így volt már? Na azért mondjuk úgy tudom elképzelni nátok a karácsonyt, hogy volt egy kis produkció, Gigi kiállt és énekel. Hát gyerekkoromban volt, persze. Sőt, édesanyám egyszer fehérbe öltöztetett minket az öcsémmel együtt, mint kis két kis angyalkát, és akkor odaálltunk a fához, és öcsét hogy örülhetett. Na de ő nem angyalnak volt öltözve, csak én. Szóval, hogy ott csináltunk egy kis produkciót a családnak, és fel is vették meg van. Hányan vagytok így egy családi karácsonykor? Ez változó szokott lenni nálunk. Van, amikor ugye négyen vagy öten vagyunk a nagymamával együtt, de volt már olyan például, hogy a nagy rokonság, de olyankor ilyen jó 50-en körülbelül, szóval, hogy azért jó nagy a család, 50-en. Jézusom, ki főz ilyenkor? Na igen, pont ezt akartok kezdeni. Édesanyámra marad ez a feladat. Ő szoktál segíteni neki? Hát figyelj, amikor megkér, hogy segítsek, akkor segítek szívesen, de általában én csak idegesítem őt a konyhába, ezt szoktam mondani, mert ő igazából mindig tudja, hogy hova nyúljon éppen, és sajnos nagyon jól is főz, úgyhogy ő rámarad ilyenkor ez a feladat. Vannak kedvenceid, amik neked nem hiányozhatnak az asztalról? A jó kis töltött káposzt, az nem hiányozhat. Egy börtáska. Akarom mondani. Igen, úgyhogy ez nem hiányozhat soha. Mennyire osztjátok meg egymással, hogy mondjuk ki mit szeretne karácsonyra ajándékban? Tehát mondjuk tesz erre utalásokat, hogy most kivételesen nem egy hangszert szeretnél, vagy egy mikrofon? Én az a típus vagyok, aki szereti a meglepetéseket, és szeret meglepődni, úgyhogy ezáltal igazából én nem nagyon próbálok utalásokat tenni arra, hogy mit szeretnék. Örülök, hogyha valaki tudja azt, hogy és a szülők? Mit akarok tudat alatt. A szülők, ők szoktak mondjuk esetleg segíteni? Mármint a ajándékban, de jó lenne egy új konyhai mérlegért. Ja. Hát nem, igazából hála Istennek mindenünk megvan, és igazából csak arra vágyunk 24-én, hogy együtt legyünk és otthon legyünk. A sok munka mellett hogy tudsz hangolódni azért? Átérzed már a karácsony szellemét, vagy ilyenkor december 23-án azt mondod, hogy leteszed a mikrofon, na és akkor mostantól van karácsony? Hát, igazából én az a típus vagyok, akinek a 24-e a szent, és akár 23-án is lehet koncert, vagy 25-én, az már mindegy, de a 24-én otthon kell lenni, és együtt lenni a családdal, azon kívül meg össze-vissza rohangálunk mindig, mint a vadegerek.
családba a párkapcsolatod is beletartozik? Ja, hát persze. És együtt töltöd vele a szentestét? Ez meg kérdéses majd. Mert ilyenkor jön az, amikor az embernek párkapcsolata van, hogy hol legyünk karácsonykor. Hát igen. Az nem ő lehet, családjával. És az örök veszekedési téma, igen. Nem lehet kétfelé szakadni, de majd megoldjuk. Majd valahogy megpróbáljuk idén. A sarkadrász is úgyis nálatok lesz. Hát én vagyok az erőszakosabb, valószínűleg igen. Nemrég egy új dalod is kijött. Így van. Ami pedig szintén egy karácsonyhoz közeli témát, a barátságot taglalja. Hát igen. Igazából ez a dal azért nagyon fontos nekem, mert hát ugye a barátság alapvetőleg nagyon fontos szerintem minden ember életében, és hála jó Istennek nekem van egy olyan barátom, akire tényleg mindig minden helyzetben számíthatok. Ő egyébként a marketing menedzserem is, időközben azzá vált, úgyhogy együtt is dolgozunk, meg úgy az életben is nagyon sokat vagyunk együtt, és még a szöveget is ő írta, a magyar szöveget. Az a címe egyébként a dalnak, hogy Végtelen hajó. És hát arról szól, hogy bármi is legyen a barátságunkon belül, akár rossz napok, nem tudom, bármilyen probléma, azt együtt meg tudjuk oldani. És ez tényleg így van, hogy az embernek van egy jó barátja, akkor... Jó, hogy csapódott be az életedbe? Képzeld el, hogy oda költözött mellénk szomszédként. De akkor ez nem egy gyerekkori barátság? Hanem... Nem, van gyerekkori barátság is, egy. De őt igazából, hát sajnos ugye, mivel fel kellett költöznünk, ezért őt ott kellett hagyni valamilyen szinten, de azért vele is tartom a kapcsolatot, de hát mégiscsak szomszéd. És a szomszédba költözött is? Szomszéd lett. Is a nagymamám volt az, aki összekötött minket, mert behívta egy kávéra, és akkor onnantól kezdve meg összejártunk egymáshoz. Ezek a sorszerű barátságok. Ez a legjobb, Nagyi behívja egy kávéra, az ismeretlen idegen. Igen. Egy jobbulást kívánunk a nagymamának, hogy van most? Köszönöm szépen. Hát most jól van, egyébként jobban van. Ugye hosszas kórházi tartózkodáson túl van, hát jó pár hónap volt, amíg ugye kórházban feküdt, de hál' Istennek most már jobban van. Mert boldogabb a karácsony, mert akkor ezáltal is. Láthatjuk a klipet is egyébként. Igen, igen. Hát ugye hál' Istennek most ezzel a dallal sikerült bejutnom az Eurovíziós Dalfesztiválra is, aminek nagyon-nagyon örülünk, mert nagyon bízom ebben a dalban, és remélem, hogy mindenki legalább annyira szereti. Érzem, hogy ez egy motivációs erő, azért mondjuk úgy, hogy eléggé sok mindent elértem el az éneklés területén, de ez egy ilyen motivációs erő szerintem az Eurovíziós Dalfesztivál, de hát sokaknak. Abszolút. Tehát látom az énekeseket, hogy azért tényleg nem azok jelentkeznek, akik nem tudom, tegnap elkezdtek énekelni és feltöltötték egy közösségi oldalra. Mondjuk előfordul olyan is, én úgy gondolom, hogy az Eurovízió az egy nagyon jó... Nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy akár egy előadó megismertesse a dalát az emberekkel, és elsősorban én is ezért jelentkezem, de hát nyilván ez csak hab lenne a tortán, ha még esetleg sikerülne is kijutni. De gyönyörű vagy ebben a klipben is. Szépen. Mint egy igazi hókirály. Köszönöm. Képzeljétek el, hogy ezt a ruhát egyébként divattervezőmmel, Rabócsi Lenivel terveztük együtt, és hát nagyon büszke vagyok rá, mert... Parfüm, divattervező, örög az élet. Mindig fontos volt a divat, nem? Tehát az a típusú nő vagy, aki szeret azért adni magát. Igen, igen, szeretek öltözködni, szeretek mindig úgy a hétköznapokban is egy kicsit elegánsabban öltözni. Az a típus vagyok, aki a nőiesebb vonalat képviseli. Maradjon is, én nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. És boldog karácsony. Viszont addig nem találkozunk. Boldog.